Ebben az évben is megrendezték Kenderesen a Magyarok Vására elnevezésű eseményt, amely az elmúlt évekhez hasonlóan számos érdeklődőt, kikapcsolódásra vágyót vonzott a településre. A rendezvény megnyitóján a megjelenteket, köztük a szlovákiai testvérváros Kisszeben delegációját, F. Kovács Sándor országgyülési képviselő és Hubay Imrét, a Jászhonykun Szolnok vármegyei közgyűlés elnökét, Barabásné Forgács Edit polgármester köszöntötte. Az esemény csikós felvonulással kezdődött a reggeli órákban. A település polgármestere riporterünknek elmondta, hogy a rendezvény iránt szerencsére a kissé borongós idő ellenére is nagy volt az érdeklődés. Magyarok Vására a rendezvényen vagyunk, most harmadjára került megrendezése, itt Kenderesen. Már kinőttük, előző években a református templom kertbe volt megrendezése, vagy ott került megrendezése, de már sajnos kinőttük azt a helyszínt, és most itt a Horthy ligetben tartottuk meg. De mai nap azt gondolom, hogy kegyes volt hozzánk az időjárás, és tényleg kibírtuk, hogy nem esett az eső, és mindenféle a lakosságnak, minden rétegnek próbáltunk megfelelő zenét szolgáltatni, az időseknek, a fiataloknak. Most lesz ugye a nagy koncert, következik a Kárpátia. Azt gondolom, hogy mindenki boldog, és jól érezhette magát egész nap. Polgármester asszony hozzátette, hogy a rendezvénnyel a régi kirakodó vásárok hangulatát próbálták felidézni. Sokan nézelődtek a rendezvényen vásárolható portékák között. A méztől a paprikán át a sajtokig, mézesekig mindent megtalálhattak a vásárlók. Kézművesek érkeztek hozzánk az ország minden tájáról, a bőrdíszművestől a táskákig, a kosarasig. Úgy gondolom, hogy aki jól akarta, vagy vásárolni akart, sőt, az ország minden tájáról, ami nekem nagyon-nagyon jól esett, érkeztek csikósok, és ők is beöltözve, sok képet készítettem velük, ők is nagyon-nagyon jól érezték magunkat itt nálunk. Ahogy polgármester asszony is elmondta, a rendezvény színpadi műsorokban is bővelkedett. A Kisújszállási Nagykuntánc Együttes, a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület táncosai, a Kenderesi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Lilium Óvoda tanulói és a Kőteleki Rozmarin Génekkar is műsorral készült az eseményre. A délután folyamán Kovács Kati és Szabó Balázs koncertje is nagy sikert aratott. A napot pedig a 2003-ban alakult Magyar Nemzeti Rockzenekar, a Kárpátia koncertje zárta. A jól ismert dalokat együtt énekelte a több ezeres közönség a zenekarral.